Letartóztatásban a bántalmazók. Még júliusban érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Tamásiban a főutca Vágóhíd utca kereszteződésénél lévő parkban egy magatehetetlen férfit találtak a földön fekve. A helyszínre érkező járőrök megállapították, hogy egy 51 éves helyi lakosról van szó, akivel akkor már kommunikálni nem lehetett, a fején és az arcán is több sérülés volt. Mivel felmerült a bántalmazás lehetősége, helyszíni szemlét tartottak, majd a tamási nyomozók széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek, tanukat hallgattak meg, illetve szakértőket rendeltek ki az ügyben. A súlyosan bántalmazott férfi nem került kihallgatható állapotba, és a kezelések szakszerű orvosi ellátás ellenére augusztusban belehalt sérüléseibe. A Tolnamegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatósága, illetve a Tamási Rendőrkapitányság nyomozóinak összehangolt munkájával szeptember 15-én elfogásra és előállításra került az a két férfi, akik korábban tanúként hallgattak ki, és a bántalmazás időpontjában ők lakótársai voltak a sérült férfinek. A 42 éves Irek Szemcsei és a 39 éves Regői férfit az egyenruhások előállították halált okozó testi sértésért, majd az eljárás során mindkettőjüket őrizetbe vették, és az ügyészség indítványozta letartóztatásukat. Szeptember 17-én a Szekszárdi Járásbíróság letartóztatta a két férfit. A nyomozás a Szekszárdi Rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán folytatódik.